Kedves Vas Csaba, örömmel üdvözlök ismét itt a piacon. Egy kissé, mintha megváltoztál volna. Mi történt? Semmi jelentős nem történt. Igen? Hozzá idomulok a jelen viszonyokhoz. Igen? Megkoppasztod magadat? Vagy hogy kezd érteni? Évente egyszer-kétszer megkoppasztanak. Igen. És hosszú távon ez rendben is van így. Értem. Tehát így jobban esik. Várod a tavasz talán? Nem, én a valóságos folyamatokat veszem észre. Amikor tél van és jön a hideg, akkor annak örülök. Majd tavaszra ráérek örülni a tavasznak. Mindennek tudsz örülni? Még nem, de fejlődök. Ez a nirvána? Nem, ez a fizikai körülmények között hozzuk ki a maximumot. Igen. Majd a nirvánában meg ott hozzuk ki a maximumot, ha egyszer ott járunk, de nekem ott is rengeteg dolgom lesz valószínűleg. Talán kifejthetnénk kicsit, mi is ez a nirvána? A nirvána az, amit még senki nem látott, de jó esik róla beszélni. Tehát akkor rendkívül műveltnek érezzük magunkat, ha erről beszélünk? Na, ez egy nagyon szép meglátás. Vannak még más ilyen formulák is, amiket azért veszünk elő, hogy műveltnek látszódjunk, de ezek valójában nem számítanak. Hogy az ember hogy érzi magát a bőre alatt, csak az számít, rövid távon is, hosszú távon is, és erre tesznek mindenfelé ajánlatokat, hogy na, ha ezt fogyasztjuk, vagy ezt hallgatjuk, akkor majd jobban fogjuk érezni magunkat. De ezt én nem így tapasztaltam, mert igazából nincs feltétele annak, amitől jobban érezheti magát az ember. Nem kell hozzá kanalas orvosság. Jó, de hát valami csak kell. Mi az? A tudati beállítódás, hogy ne legyen szemellenzőség. Az ember tudatán múlik, hogy jó-e vagy nem? Minden az ember tudatán múlik. Minden a tudati beállítódáson. Azért vagyunk itt, hogy a tudatunk magasabb szintre jusson. Igen. Jó, de hát ahhoz dolgozni kell érte valamit. Tehát nem elég csak úgy vagyunk, állunk itt a piacon, és már hirtelen megvilágosodunk. Megmártózni. Hát a megvilágosodás az egy aranyos pillanat lehet, de utána ugyanúgy kell megdolgozni a folytatásért. Ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, ahhoz a tudatában kell úgymond módosítania. Ezt azért nem egészen értem, mert azért van fizikai ráhatás, mondjuk, hogy baleset ér valakit, az nem igazán a tudaton múlik, mert csak úgy jött, és akkor nem biztos, hogy jól érzi magát. Ez hogy lehet kezelni? A balesetet, minden balesetet megelőz egy láthatatlan ajánlattevés, hogy az ember helyesebben kezdi el önmagát használni, vagy ha ezt elmulasztja, akkor belekeveredik egy balesetbe. Hát nem az, nem... Bocs, hogy beleszólok, de ez nem létezik, tehát nem múlhat az emberem egy baleset. Én nem mondom, hogy múl, persze van ilyen, múlhat is, és ha nem. Tehát itt én most nem a nagy maflaságokról beszélek, igen, hanem arról, hogy nincs véletlen. Mindig kap az ember lehetőséget arra, hogy más alapra helyezze az életét, olyanra, amire magától felépülnek a gondolati, érzelmi dolgai. És hogyha megvan ez az alap, hogyha önmagán belül megtalálja ezt az alapot és szépen építkezik, akkor sejtés szinten megjelenik valami, amivel el tudja kerülni a balesetet. Azt a látszólag vak véletlen. Hát ez ilyen erővel, bocs, hogy megint bele kell szólnom, de ilyen erővel nem merjünk fölülni egy repülőgépre, mert benne van a pakliba, hogy egyszer csak lezuhan. Viszont, hogyha nem ültünk föl, akkor lám, milyen ügyesek voltunk. Nem voltunk rajta, nem ért baleset minket. Akkor viszont nem is repülne egyetlen a repülőse. Na, ez a filozófia, amikor a látszatokból csinálnak egy rendszert. Holott van egy valóságos, működő képességünk, a megsejtés, amit ugye nem lehet igazolni, bizonyítani mások felé, de remekül működtethető az életünk során. Én tanulhatom? Rácsodálkozik az ember, és onnantól kezdve használja. Csak annyit tanulható, vagy tanítható,
hogy a felszín mögé érdemes tekinteni, akkor is, ha nem látunk ott semmit. Egyszer majd meglátjuk. Hát ezekről sok-sok filmet láttunk, sok-sok irodalma van ennek. Tudományos módszerrel próbálták ezt bizonyítani, de se pro és se kontra nem sikerült. Tehát sem az, hogy van-e ilyen, sem az, hogy nem. A tudománnyal csak annyi a baj, hogy gyanakvásra épül. Amit nem bizonyíthatnak, az nincs is. Vagy minden állítás csak gyanús lehet a tudományos beállítódásra. Na bocsáss meg, de hát a tudomány mégsem lehet gátja a fejlődésnek, mert ez úgy hangzik, mint az lenne. Az is. Jézus Mária. A rejtett érzékeinket kikapcsoljuk a tudományos állítások miatt. Ugyanaz, mint az egyházi állítás. Világnézetet árulnak, világlátás helyett belemegyünk könnyen egy világnézetbe, majd aztán jönnek a frászok, amik föl akarják hívni a figyelmünket, hogy ez nem lesz így jó. Bocsi, megint közben szólom, említed az egyházat. Az egyház léte a hitre épül. Az a lényeg, hogy neked egyetlen dolgozom, higgyél, aztán többit felejtsd el. Vallást mondtam, vannak különböző egymással párhuzamos vallások, amelyek egymással szembefordítják az embereket. De az önmaguk helyes használatával is szembefordítja őket. Igen. Jó, de hát mit lehet csinálni? A világlátás a megoldás, hogy hagyom, hogy megláthassam a dolgokat úgy, ahogyan vannak. De ez senki, nem lehet minden ember mellé állítani egy úgymond irányítót. Éppen ezért. Rejtő úgy fogalmazta, hogy minden pofon mellé nem lehet egy közlekedési rendőrt állítani. Éppen ezért tud a testünkben megjelenni a fájdalom, az majd fölrázza a figyelmünket, hogy valami mellé ment. És amikor már az ember rájön, hogy senkihez nem tud fordulni, semmilyen intézményhez nem tud fordulni, hogy a benne lévő fájdalmakat elvegyék tőle, akkor fölsejlik, hogy talán másként állhatnék a dolgokhoz. Mert az emberek nem szeretik a fájdalmat, ezért nem is a mentén rendezik az életüket, sőt annak a kerülése mentén rendezik. És éppen így futnak bele. Hát igen. Éppen, mert nem készülnek főre. Pont avval, amivel el akarják kerülni, rendelik meg maguknak a megmagyarázhatatlan, nagy, kezelhetetlen fájdalmakat. Ez nagyon szép volt, amit beszélünk. Én mindig ragaszkodni szoktam ahhoz az ilyen beszélgetések során, hogy mi az a fizikai realitás, amit használhat az étköznapi, az átlag ember is. Mert az, hogy filozófiai síkon elbeszélgetünk erről, senkit nem hat meg, attól a napi élete úgy érzi, nem lesz jó. Hála Istennek az emberek szépen menetelnek a még nagyobb fájdalmaik felé, ami majd egyszer besokal, és az bőven elég ahhoz bárkinek, hogy változtasson, hogy más irányba álljon, önmaga felé forduljon, megtalálja magában azt a valakit, akinek sose hűl ki a szíve. Egy nagy magyar költő azt találta mondani, hogy nekünk Mohács kell. Ez az? Nagyjából ez. Igen. Így van. Tehát a felsőbb intelligencia tényleg nem tud odarendelni mindenki mellé egy figyelmeztető másik intelligenciát, de a testi fájdalmak ezt helyettesítik. Jó, tehát még egyszer, megint csak odajukodok ki, hogy a mindennapi életünkben mit kezdjünk? Tehát honnan induljon ki mondjuk egy átlag ember, hogy jobb legyen az élete? Mi az első lépés? Higgyen az általa leellenőrzött dolgoknak, és ellenőrizhetetlen állításoknak ne higgyen. Nekem se kell hinni. De ez tudatos vezérlés, amit most mondasz. Az embereket pedig az ösztöneik vezérlik, nem? Az ösztöneinket a saját szellemünk szépen leszabályozza. De ha mocskolódással él valaki, olyankor a saját szelleme kívülről tekint rá, nem vegyül vele, nem áll vele szóba, nem segíti leszabályozni az ösztöneit. Ezért aztán úgy is marad. A korláttalan, szabályozhatatlan vágyakkal és ösztönökkel. És az kötelezően meghozza a nagy kínlódást, a nagy szenvedést és a szégyent. De mindez feltételez egy bizonyos fokú intelligenciát, orvosságot, műveltséget. Én most arra szeretnék inkább kérdezni, hogy aki mondjuk kocsmai szinten éli napja életét, hogy az élete a kocsma, kocsma család és... Váljon egészségre, éljen ameddig tud. De utána is van folytatás. Köszi, de hát, bocsi, de hát rájuk is kell gondolni. Tehát velük mit kezd a filozófia? De ők nem gondolnak az ilyen ürgékre, mint mi vagyunk. Nagyon nem. Na de azért mondom, váljon egészségre. Na de bocsi, de hát ezekről ilyen szinten... Minden hasznosul egyszer. Majd jön a folytatás, ahol már másként csinálja. Nem biztos, hogy jól értem. Úgy értem, hogy
Úgy érted, hogy... Reinkarnálódik? Igen, igen. Hát ha valaki lényeglátó szemekkel néz körül a gyerekeknél, rengeteg bizonyítékát találja annak, hogy ők már nem először jártak a Földön. Hát mondjuk ez nekem kicsit meredek, nem bocsánat. Mert miért? Mert valamit mondaná róla? Hát arra a bizonyos anyanyelvre azért tudjuk megtanítani a gyerekünket, mert annyira ügyesek vagyunk. Nem, csak fölébred bennük az emlékezet. Igen. Hát hogyne? Hát próbáld meg a kutyádat megtanítani, vagy egy teljesen, totálisan kínai gyereket, ha annak nincs egy óriási múltja, nem tud bekapcsolódni a te tanító munkádba. Te hogy tapasztaltad, bocsánat, a, mondjuk a gyakorlatod során, hogy mennyire sikerül megfognod az embereket? Tehát, hogy mennyire tudsz nagyon hatni, vagy kérdés, megérteni téged? Nagyon jó a kérdés. Ahogy egy gyereket meg lehet fogni, és onnantól kezdve megtanulja az anyanyelvét, úgy lehet, azon a szinten lehet az embereket megfogni. Ez a... De felnőtt, sőt, öregedő egy személyek is? Ez életkortól független, mert igazából a biztonságot keresi mindenki. Az, hogy nálam biztonságra találsz, tőlem soha nem kell félned, ez nagyon jól esik. Ez mindenkire úgy hat, mint amit úgy mondunk ki, hogy na őt most sikerült megfogni. Viszont a következő percben már lehet, hogy visszaél vele, már lehet, hogy nem arra használja, amire jó. Akitől nem kell neki félnie, annak a fejére is taposhat akár. Na ezt viszont nem szabad megengedni. Az emberek nem biztos, hogy gondolnak a holnapra, lehet, hogy még a következő percre, és csak a bának, a pillanatnak élnek. Nem de? Nekem nem az a nagy kérdés, hogy lehet valakit megfogni, hanem hogy mi legyen a következő percben. Igen. Ne engedjem, hogy a fejemre taposson. Persze, hogy nem gondol rá. Hát miért gondolna rá? Hát nem kéne tervezni egy életet, mondjuk, hogy mi lesz holnap? Ott, ahol az akaratunk lakik, ott kellene a saját magunkért felvállalt felelősségünknek laknia. És ezt vegye körül az akarat, energia. Tehát én elmegyek a kocsmába, megiszom azt a 2-3-4-5-6-10 feles, meg a 10 felszabadul. Baromi jól érzem magam, és nem érdekel a hol. Felszabadulnak az energiák. Bizony. Na most ezen a ponton lehet helyreállítani ezt az egész jelenséget. Mindenki nagyon könnyen az energia szerelmesévé változik. És ez az most aktuális kérdés. És az akarat energiáját fontosabbnak véli, mint magát, az önmagáért vállalt felelősségét. Az önmagunkért vállalt felelősségünkben az van, hogy a valóság ismeretünk minden nap tágulhasson. Ezért vállaltunk valamikor felelősséget. Persze már a születés előtt, csak ugye erre nem emlékszik senki. De hát én egy kis ember vagyok, engem baromira nem érdekel ez, amit te mondasz, engem az érdekel, hogy ma jól érezem magam, ezért megyek a kocsmába. Ezért mondom, hogy váljon egészséget. Köszönöm szépen. Na és akkor mi lesz ebből? Hát korai szégyenletes halál. Vannak ilyenek. Viszont nem. Boldogan élt. Tompán, bódultan élt addig. És boldogan. Na most én nem a bódultsághoz kínálok még nagyobb maligánt és még több. Ez nem egy lelki alkoholizmus? Amit mondasz? Maga módján? Mert hogy kínálok én bármit is? Én nem kínálok. Én csak nem vagyok benne. Rohadtul kiléptem belőle. Azt idáig értem. De egy, akkor hogy egy van személyes történet. Nem kell, hogy engem kövessenek, kövessék a belső jeleiket. Na de azért mégiscsak jól esik. Ha szenvednek a sok balesettől és fájdalomtól, akkor a saját lelkük sejtető hatása után menjenek. Utánam senki ne jöjjön. Van neki bocsi, lelke, az bőven elég bocsi, neki. Akkor téged nem is érdekel az emberek sorsa? Az ember... Hát, na, csak a magadé. Az emberek állításai nem érdekelnek. Igen. Hogy hogyan járnak pórul, azt részvéttel végignézem. Hát ez szomorú. Nem akarsz segíteni? Lehet segíteni? Hát én nem tudom, kérdezem. Én már számtalan módon kipróbáltam, és semmit nem ért hosszú távon. Pillanatnyilag nagyon sokat ér, nagyon hálálkodnak, aztán elkutyulnak, váljon egészségükre. Akkor amit te mondjuk tehetsz, az egy példa felmutatása? Nem, én megteszem azt, hogy csinálok magamnak, vagy akit érdekel, olyan
szobrot, olyan rajzot, olyan fél órát, amiben találkozik a saját lelkével, a saját múlhatatlan énjével, aztán rábízom, hogy mit kezd vele. Szuper! Na akkor ragadom a kérdést, mikor látunk legközelebb egy Vascsaba művet? Ó, hát ennek is eljön az ideje. Oké, remélem szólsz időben. Szólok időben. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.